Hazai pályán kapott ki 88-81-re a marosvásárhelyi VSK a brassói korona csapatától a férfi kosárlabda országos bajnokság középszakaszának negyedik fordulójában. A vereséghez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a házigazdák mindkét centere sérült, így palánk alatt nagy hátrányt szenvedtek. Nem tudott nyerni a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata a brassói korona ellen hazai pályán. A brassóiak taktikailag remekül használták ki azt, hogy a VSK-tól hárman is hiányoztak. Az eltiltott Martinics mellett sérülés miatt a keret egyik centere, Sánta és Lorenz sem léphetett pályára. A korona nagyon fent tudott így védekezni, a VSK játékosai pedig sok labdát veszítettek, dobásaik pedig pontatlanok voltak, így a második negyedre már 20 ponttal vezettek. Szünet után a vásárhelyi játékosok próbáltak kapaszkodni, feljöttek 3 pontra is, azonban a fordításra már nem maradt idő, 88-81-re nyert a korona. Jonuc Büszkovjánu, brassói edző szerint nem könnyű nyerni Marosvásárhelyen, ahol a helyi szurkolótábor nagy nyomást gyakorol az ellenfélre. Változtattunk a meccs előtt, mert más felállásban készültünk a mérkőzésre. De sikerült újra tervezni a taktikánkat, megtalálni a ritmusunkat. Agresszívnak kellett lennünk, gyorsan kellett játszanunk, és ez sikerült is. Giorgi Trifa, házigazdák mestere, a vereség ellenére elégedett volt a játékosaival. Arra számítottunk, hogy nagyon nehéz lesz, mivel 3 játékosunk hiányzott, eddig is voltak problémáink a csapattal, de még soha nem hiányzott mindkét center. Nagyon megszenvedtünk a palánk alatt, sajnos nem volt meg a belső rotációnk. Sem védekezésben, sem támadásban nem tudtunk a 3 másodperces övezetben hatékonyan játszani. Jonathan Pearson, a hazaiak irányítója szerint a brassóiak megérdemelten nyertek, mert taktikailag ki tudták használni, hogy a hazaiak hiányoztak a palánk alatti játékosai. Úgy alakították a védekezésüket, hogy egy kicsit távolabbra kitámadjanak, mert nem igazán jelentettünk veszélyt a kosár alatt, ezzel nagyon nehézzé tették a távoli dobásainkat. Dicséretükre legyen mondva, alkalmazkodni tudtak a játékunkhoz, és igen, sajnos túl későn próbáltunk javítani, megérdemelték ezt a győzelmet. A tabellán jelenleg a marosvásárhelyi VSK a 4. helyet foglalja el, míg a brassói korona a 6. helyen áll.